Egy nagyon pazar kiadványt tartok a kezemben. A címe: Trianon hatása a Ceglédi Magyar Királyi Állami Kossuth Főgimnáziumra. Volt már ennek bemutatója, hatalmas közönség sikert alatott, a múzeum könyvtár szobája gyakorlatilag kicsinek bizonyult. Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a háttér, és köszöntöm a szerzőt, dr. Kürti György nyugalmazott igazgatót. Köszöntöm, igazgató úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívást. Gratulálok, ez nagyon pazar, már volt alkalmam belelapozni. Hát nézzük meg akkor a hátterét, ha már háttérműsorban ülünk. Előzmények. Miért? Bárhogy hogy keletkezett a könyv. Így van. Ennek két előzménye volt. A konkrét előzménye az volt, hogy amikor 100. évfordulója volt a trianoni béke aláírásának 2020-ban, akkor előtte az alpolgármesteren összehívott egy 3 fős csapatot, hogy milyen ötletünk lenne, hogyan kéne megemlékezni, és akkor fölvetődött az, hogy jó lenne egy cikksorozatot írni a Ceglédi Újságba. Engem kértek föl. Én gondolkoztam, hogy mit írjak, aztán úgy gondoltam, hogy országos hírű kutató fognak erről könyveket, nagy cégeket, mint ahogy be is jött, hanem jó lenne a ceglédi vonatkozást megnézni. És akkor így született egy cikksorozat a gimnázium és Trianon kapcsolatáról. Ennek annyi az előzménye azért, hogy 1983-ban készült el egy nagy tanári tabló. Többen, akik megfordultak, látták a régi épület tanári folyosóján, ahol rajta vannak 1899 az összes kinevezett tanár neve, szakja, mettől meddig tanított itt, és ha van fénykép. És akkor nekem föltűnt, hogy gyakorlatilag az első 20 év után következett, ugye 1920-21, a 1920-21-es tanévben annyi tanárt neveztek ki, mint előtte 20 év alatt. Hát ez hogy lehet? És ez volt az alapja, tehát volt valami alapja ennek a könyvnek, volt előzménye. Mik a konkrét források, mennyi kutatómunkát igényelt ennek a könyvnek az összeállítása? Már nem nagyon merem hangoztatni. A gimnáziumnak van egy óriási szerencséje, sok szerencséje van. Az, hogy a irattári anyag teljes egészében megvan, és ráadásul a gimnázium épületében van. Tehát 1899-től minden irat megvan, jó, volt selejtezés persze. Ez egy óriási forrás. Aztán óriási forrás az évkönyvek. Az első 50 évben kötelező volt, 48-ig kötelező volt kiadni az évkönyveket, vagy értesítő címen. Ez mind megvan, ez is egy nagyon fontos forrás, és ami a legizgalmasabb forrás, ezt nem szokták tudni, nem is kell tudni, megvan az összes diák névkönyv, ezt anyakönyvnek szokták helytelenül mondani, ez azt jelenti, hogy ha valaki egy napig volt a gimnázium tanulója, minden adat megvan róla. És bár ugye ez a névkönyv fejlétve változott a 120 év alatt, de az első évtizedekben, 48-ig talán, benne van egy ilyen, hogy hol végezte az előző osztályt. Ennek oka az volt, hogy minden évben mindenkinek újra be kellett iratkozni. És ebből kiderült egyértelműen, ezt átnéztem, ez több ezer oldal, átnéztem, hogy honnan jöttek a diákok, és akkor kiderült, hogy 1919 előző osztályt Aradon végezte például. Innét lehetett megállapítani a menekült diákokat. Ezek voltak a legfontosabb források. Tehát akkor fel lehetett deríteni a menekültek úgymond hátterét? Hogyne. Hát a nevet és az adatokat. Az összes adata a menekült diáknak is úgymond megvan. Tehát születési hely, időpont, atya neve, anya neve akkor még nem volt kötelező, atya foglalkozása, ami nagyon izgalmas. Itt jön akkor egy kifejezés, ami most itt beugrik nekem, az, hogy nadrágos emberek. Igen. A 73 diák volt menekült ebben az időszakban, és az atya foglalkozásán azt hiszem 71 diáknak megvan. És kategóriánként ugye föl lehetett állítani egy kis statisztikát, és kiderült, hogy zömében az értelmiség menekült. Ez jelentette a pedagógusokat, a vármegyei és városi köztisztviselők tömegét, vasúti tiszteket, fegyveres testület tagjait, és ezt a szakirodalom így hozza, idézőjelben, hogy nadrágos emberek.
A magyar a parasztember nem menekül, a földjét nem hagyja. Na most a 71 diákról egyértelmű mutatja azt, amit országosan kimutattak, hogy valóban nadrágos emberek menekültek, zömében egyébként a legnagyobb katolikus pont a pedagógus. Mikorra állt vissza úgymond a rend, vagy a relatíve normális kerékvágás a gimnázium életében? Gondolok itt arra, hogy a 20-as évek közepe felé is még voltak olyan pedagógusok, akik érkeztek és gyakorlatilag menekültek, mondhatok. Hogy lehet ez? Hát óriási káosz volt. Tehát óriási káosz volt az iskola életében is, a város életében is, és az ország életében is. Gyakorlatilag a háború, amikor befejeződik 18 őszén, onnétól kezdve megindul a menekülés, hiszen a megalakult Csehszlovákia, Románia és a szerb-horvát-szlovén királyságnak megvolt, hogy körülbelül mekkora területet fognak kapni. És ők ezt azonnal megszállták, sőt többet szálltak meg, mint amit később nekik ítéltek. Megindult a menekülés, jöttek a menekült tanárok, ezeket valamilyen módon el kellett látni. Két megoldás is volt. Egyrészt Albert Irsán, akkor még csak Irsa volt, és Abonyban előkészítő tanfolyamokat szerveztek, amelynek két oka volt. Egyrészt nem volt vasúti közlekedés, de annyira bizonytalan volt, hogy bejáró tanuló nem tudta vállalni, másrészt meg a menekült tanárnak tudtak státuszt adni, meg fizetést. De jellemző a menekült tanárokra, hogy nagyon gyorsan tovább álltak, nem ők, hanem tovább helyezték őket. Egyébként mindig a minisztérium, a vallási és közoktatási minisztérium helyezte őket ide, illetve tovább, ahol jobb megélhetési lehetőség volt. Itt elsőben a lakás gond a nagy kérdés. És akik maradtak? Akik maradtak, a 27-ből több mint 10 tanár, több mint 10 évet volt tehát a gimnáziumban, sőt voltak olyanok, mondok név szerint mindjárt, akik második világháború vagy második világháború után is szerepeltek. Piros Kálmán bácsi például menekült volt és 58-on ment nyugdíjba, vagy Szerecki Miska bácsi, ez sok ceglédinek mond még, vagy Verkei János bácsi, tehát ők végig itt voltak, Jóbai János tanár úr, és a gerincét adták a két háború közötti tantestületnek. Milyen a visszhangja ennek a kiadványnak, ennek a könyvnek? Mert információim szerint igen, jó hát fogadtatásra talál. Eddig, aki olvasta vagy látta, az mondta, hogy nagyon érdekes. Két országos konferencián szerepeltem ezzel az anyaggal. Érdi Földrajzi Múzeum szervezett egy Trianon konferenciát még tavaly, és a múzeum igazgatója meghívott, és ott nagyon sokan zömében történészek voltak, gratuláltak, és Szegéden volt tavaly, de lehet, nem tavaly ősszel volt, azt hiszem konferencia, és ott is előadtam, ott csak történészek voltak meg, jó magam, de a helyi téma az érdekesnek tűnt. Sokan hallották. Mitől fő gimnázium, a gimnázium? Igen, a mai diákok ezt szokták kérdezni, hogy mitől fő gimnázium a fő gimnázium. A fő gimnázium azt jelentette, hogy 8-osztályos gimnázium. Volt egyébként ezzel párhuzamosan algimnázium is, amelyik 4 vagy 6 osztályos volt. Amikor megalakult 1899-ben a Ceglédi Főgimnázium, akkor még sok algimnázium volt. Cegléden nem volt, mert polgári iskola megindult már kiegyezés után, amelyik idézőjelben megfelel ma a 8-osztályos átiskolai képzésnek, már kort tekintve. A főgimnázium mellett aztán elsorra az algimnázium egész országos, és a 30-as évektől kezdve már csak gimnázium szerepel, mert nincs algimnázium. A gimnázium egyébként mindig 8 osztályos volt. Hogyan lehet hozzájutni ehhez a kiadványhoz? A városi könyvesboltban lehet vásárolni, aztán Kis Gábornál ott a posta mellett a standon is van, és a gimnáziumban is hozzá lehet jutni. Igazgató úr, gratulálok, nagyon szépen köszönjük a munkáját, ezt valóban hasznos és érdemes forgatni. Még egy kicsit a jelenről. Visszautalva egy kicsit a múltra, én a 70-es évek végén kezdtem a gimnáziumot, akkor még egy része alá volt dúcolva. Most eltelt azóta egy pár év, most megint ott tartunk, ahol, és egy újabb nagy felújítás. Nem is küszöbén, most már benne vagyunk. Milyen érzés most elmenni a gimnázium mellett? Hát, nagyon furcsa. Nagyon furcsa. Hát én ugye szoktam mondani, az életem nagy része, hogy a gimnáziumhoz kötődött.
meg a 70-es évek nagy átépítés, aláduccolás és után födémcsere, akkor én fiatal helyettes voltam, és igen, egyik feladatom pont ez volt, hogy abban az épületben tanítottunk, akkor lehetett megosztani még. Igen. Tehát egyik szállat építették, akkor másikba átvinni osztályokat ide-oda. Én azt látom, hogy egyrészt nagyon nagy ütemben halad kívülről, de belül is vannak képek, hogy fantasztikus gyorsan csinálják, és remélem jó minőségben. És hát ugye elméletileg ki van írva, 2024. január 1-jel kell átadni, de ha így haladnak, hát ha előbb sikerül átadni, ez egy nagyon nagy dolog lesz, mert én nagyon bízom benne, hogy legalább 50 évet megint kibír az iskola, a legmodernebb módon csinálják meg az épületet, figyelembe véve a régi dolgokat. Örömmel láttam a héten, hogy a két kis tornyot már visszaállították. Ez az oldal lépcsőházak tetején volt, amely nem volt látható, mert 44. augusztusában egy bomba eltalálta az épületet, és azt a Széchenyi úti sarkot levitte a kis toronya együtt, és érdekes módon nem állították vissza, sőt a másik oldalt lebontották. Hogy mikor, azt nem tudom, de most visszaáll, tehát ez a régi formáját adja. A tornaterem meg a könyvtár, ami teljesen idézi ebbe új beépítés 70-es évek végén, az teljesen elit stílusban az épülettől, de azt nem lehetett visszaállítani már. De a homologzat a Rákóczi út felül az egy-egyben olyan lesz, mint 1903-ban, amikor átadták. Igazgató úr, köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Jöjjön máskor is, jó munkát, várjuk a folytatást, biztos vagyok benne, hogy lesz. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen még egyszer. Kedves nézők, ez volt a háttér, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.